Móricz Zsigmond, a nehéz kétgarasos. Balázs bácsi óra láncán egy régi kétgarasos fityegett. Ennek története volt. Egy este így mondta el nekünk. Szegény asztalos mester volt az én édesapám. Mi gyerekek mezidláb szaladgáltunk a porban, nyalánkságra sose kaptunk egy krajcát se. Szerettem volna legalább egyszer egy krajcára szert tenni, hogy azt vehessek rajta, amit akarok. Egyszer nagy dolog történt. Édesapám egy zsebkendő apró pénzt hozott haza. Valami munkájáért csupa két garasossal fizették ki. Az asztalra öntötte, és megengedte, hogy játsszam vele. Beborítottam velük az asztalt, aztán hosszú sorba állítottam őket, majd csillagot, falut, tornyot építettem belőlük. Végre rám szólt édesapám, hogy söpörjem a pénzt egy zacskóba. Bele is söpörtem, de az utolsó darab a markomban ragadt. Onnan meg a zsebembe csúszott. Egyenesen a boltba vágtattam, ott igen sokan voltak, gondoltam, amíg várakoznom kell, kiválasztom, hogy mit vegyek. Míg várakoztam, az alatt csuda dolog történt. A két garasos a markomban eleinte csak meghúzta magát, hanem aztán elkezdett roppant nehéz lenni. Minél tovább gondolkoztam, az arcom annál jobban éget, s annál nehezebb lett a két garasos. Már fájt a kezem, a karom, kivált a szívem. Végre rám került volna a sor. Már csak egy leány volt előttem, hanem akkor úgy megijedtem, hogy úsgyé ki a boltból egészen hazáig, meg se álltam hazáig. Berontottam a szobába, odarohantam édesapámhoz, és sírva tettem a tenyerébe a borzasztóan nehéz két garasost. Nem tudtam egy szót se szólni, de ő kitalált mindent. Miért hoztad vissza? Kérdezte komolyan. Mert nagyon nehéz, zokogtam. Ekkor aztán így szólt hozzám édesapám. Ez a két garasos a tiéd lesz. Őrizd meg, és emlékezzél a mai napra, és jusson eszedbe, hogy milyen nehéz az ilyen két garasos. Hát, fiam, végezte be beszédét Balázs bácsi, így jutott hozzám a két garasos, hogy örökre nyomja a lelkemet. Megmutatta becsületes, szorgalmas élet ösvényét, amin haladtam egész életemben.